Kedves nézők, megint elérkezett az év különleges időszaka. Az az időszak, amikor mindenkinek covid -ja van, meg karácsony. Hát ebből az alkalomból szeretnék most egy pár szót szólni még. Aztán nem muszátok meg, mert karácsony után majd jelentkezem. De most ez egy ilyen kis karácsonyi külön kiadás. Egyfajta összefoglaló arról, hogy mi volt ebben az évben, pár gondolat. Ez itt a, az ország legnagyobb körzete. Persze nem ugyanaz zajlik, mint egy akármilyen körzetben, hiszen pont azt nem csinálok olyat, ami, amit a körzeti orvosnál általában csinálnak, tehát én nem írok fel tablettát, nem javasolok kezelést, nem utalok be senkit sehova. Tehát ebben az értelemben nem egy jelenlegi szisztéma szerint működő körzetről van szó, de hát mindenképpen ez valami hasonló. Viszont amit csinálok, azt nem csinálják a körzetek általában, és az a megelőzés, a prevenció. És itt szeretnék egy érdekes koncepciót rögtön elmondani erről, ez pedig a Medicina 3.0 koncepciója. Tehát az orvostudomány 3.0 Na, mielőtt elmondanám, hogy ez pont micsoda, ugye rögtön fölmerülhet valaki a kérdés, hogy miért három, mi volt a kettő, meg az egy. Hát az egyet, azt én úgy gondolom, hogy egy olyan fajta megközelítés volt, amikor hajdanán ki tudtak húzni egy fogat, vagy egyszerűbb dolgokat megoperáltak, egy kelést fölvágtak a bőrön, ne még ennél komolyabb dolgokat is csináltak. Hát ugye ez volt az orvostudomány hajnal, amikor nem is orvosok voltak tulajdonképpen, hanem hát ilyen borbélyok végezték -e ezeket a feladatokat, tehát egyszerre hajat nyírt, fogat húzott, és fölnyitotta, nem tudom én, a furunkulust. <laughs> és ez aztán ebből fejlődött ez tovább. Tehát ezt lehet mondani egyfajta medicina 1.0-nak, de ebben még beltartozott még az is, hogy felfedezték, hogy baktériumok vannak, ugye a Virchow és a Robert Koch ideje, ez azért még vastagon ebbe tartozik bele, hiszen akkor se tudtunk sok minden az emberi testről, annak a működéséről, hanem ilyen apródonként találtak ki különböző emberek dolgokat. Ebben az időszakban a háborúk nagyon sokat segítettek az orvostudomány előre haladásában, mert a háborús sérüléseket ezt valahogy meg kell oldani. Tehát itt alakultak ki olyan baleseti sebészeti megoldások, amikor vágott, meg lőtt sebeket, ugye össze kellett varni, valamit kellett csinálni vele. Kialakultak olyan technikák, ami, amitől azt életben maradtak az emberek, a katonák, és akkor, akkor azt tovább csinálták, hiszen akkor az egy működőképes dolognak bizonyult. Tehát így alakult ki a sebészet tulajdonképpen, sőt, ha hasba lőttek valakit, akkor még azt is látták, ugye, hogy kifel, ha felnyitották, hogy jé, hát, vannak belek, meg ez van az van. Amit ugye egyébként nyilván tudtak már korábban, hiszen anatómia az létezett, halottakat boncoltak mindig is, mert ugye az emberek azok kíváncsiak voltak, hogy mi van ott benn. De végül is így fejlődött ki, hogy a beleket meg tudták varni, mi egyéb, el tudtak állítani, belső vérzéseket elkötözni. Tehát így szépen, így apránként még a háborúk is segítettek az orvos tudományon. De aztán így jött el az az időszak, amit a 2.0-nak lehet nevezni, és ez az, az, időszak, ami tulajdonképpen a legtöbbnyire a ma is jellemző, nevezetesen az, hogy a betegségeket kezelik, meg a tüneteket kezelik az orvosok. Ez nagyon sokszor felmerül így nézők részéről, és háborognak, hogy jaj, mert ha hát nem törődik avval az orvos, hogy mi a jó a betegnek, hanem hanem a tüneteket kezeli, meg a, meg, a, meg a betegséget kezeli, nem pedig a... Szóval, szóval, tehát azt érzik az emberek, hogy nem az embert kezelik, hanem, hanem azt a dolgot, amitől nekik bajuk van. Hát ebbe én igazat adok. Ez így van, tehát ezt hívják Medicina 2.0-nak, vagy Orvostudomány 2.0-nak. Ha valaki belegondol abba, hogy mondjuk ül egy ilyen körzeti docker, a rendelőjébe, és ott tudom én, 30-40 ember a váróterembe, ami hát egy könnyen előfordult egy körzetbe szerintem, akkor, akkor mégis mennyi idő van arra, hogy a 30 embert megcsinálja ez a háziorvos? Tud foglalkozni fél órát egy beteggel? Az 30 beteg esetén az 15 óra lenne, mire végezne. Ez, ez képtelenség. Tehát van pár perce, minden betegére ennek a házi orvosnak, és az alatt az idő alatt kell valamit kitalálni. Itt nincs idő se a lelkének a, az ápolására, se túlságosan avval foglalkozni az ő életmódja az ilyen vagy olyan, hanem köhög, jó, vegyem be ricinust, most csak hülyéskedek. Tehát valamit ad arra a tünetre, amivel az illető odaérkezik. Aztán a tünetek így összeállnak, így csomóba, és kiderül, hogy mondjuk cukorbeteg, hát akkor van egy protokoll, hogy igen, akkor metformint adunk, meg ezt adunk, azt adunk, mérics jöjjön vissza, nővér megszúrja az ujját, minden nap tudunk egy adott percről, hogy mennyi volt a vércukra, ami, ez döbbenet, tehát ez egy, ez egy elképesztő, hogy mondjam, középkori szituáció, de hát ezzel is valamennyire ugye lehet előre haladgatni, a beteg rengeteget járkál vissza laborba, vagy éppen ott helyszínen, vagy vesz magának egy ilyen cukormérőt, ilyen tesztcsikokkal, aztán annak a fajtájától függően valamennyire, megtudja, valamennyire pontosan megtudja azt, hogy mennyi volt épp az adott vércukor, mert ugye ezt lehet csinálni éjgyomorra, lehet csinálni elvés után, tehát állandóan bögdösi az ujját, ebből valami következtetéseket volna az orvos, hogyha nem megy, a gyógyszer persze, akkor nézegetik, ha nem megy, akkor irány a diabetológia, begyógyászat, vagy mit tudom én, mi van a környéken, pont, ami ilyesmivel foglalkozik, és akkor ott a Medicina 2.0 emeltebb szintű változatában továbbra is nem a beteget kezelik, hanem a prediabetesét, vagy a diabetesét, vagy a éppen ami van, meg hát ami ebből kialakul, mert aztán ugye ez, ez azért önmagában nem csak úgy van, hogy magas a vércukrom, bum, hanem hát millió egy videót csináltam én már azokról a dolgokról, hogy mi történik, hogyha, hogyha a cukorral gond van. De az, hogy mondjuk valaki azt mondja egy házi orvos, hogy figyeljen ide, Mari néni, hagyja abba a cukrot teljesen. Sütemény? No, karácsonyra is, ne egyen sütemény. Hát akkor mit tehetek? Egyen zöldséget, meg egyen húst. Hát, hát arra nincs pénz. Akkor igen. Tehát tehát és akkor itt a kör bezáró, itt, itt, nem lehet mit mondani, tehát ezt most nem fogja tudni a, a doktor nyelve megoldani az összes problémát, közben amúgy is csak 10 perce van az egészre, tehát ott maximum mond egy ilyet, a beteg mond egy ellenvetést, hogy ezért vagy azért nem működik, mert mit tudom én, nincs pénze, vagy, vagy ö, olyan helyen lakik, hogy nem lehet hozzájutni normális élelmiszerhez, akkor marad a konzerv, meg a mi egyéb, amitől egyébként a, meg a cukrozás, amitől egyébként kialakult a cukorbaj. Bizonyos vetületei ennek a 2.0-as orvoslásnak, azok oda vezetnek, hogy lesz a betegnek más baja is. Mert az, hogy újat böködünk, és ilyen teljesen statikus képet kapunk arról, hogy mi történik, és nem folyamatában nézzük meg ezt az egészet, az bizony elvezetett oda, hogy tovább súlyosbodik ez a cukorbaj, pláne, hogyha a beteg ezt úgy akarja megoldani, volt egy nagyon kedves néző, és leírta, hogy neki mit kell lennie cukorba esetén egy csomó szénhidrátot, és nem tudom mit odaírt, ilyen olyan, ilyen örlésű gabona, meg olyan kenyér, meg tészta, meg nem, nem, hát ez nem, 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 ez, nem ez kell most ami kellene, azt meg nem mondják el neki, mert mi a régi diétás könyvekből a 100, tudom én, 20 vagy 160 gram szénhidrátot kell megenni, azt meg kell enni, és akkor a, ennyi van a zsömlébe, annyi van a, tudom én, a tésztába, tehát, tehát olyan persze életből vett dolgokat adnak meg, ami viszont nem vezet sehova. Tehát itt, itt ezen is át kéne lépni most már, hogy, hogy ne a krumpli, rizs, tészta, kenyér ö, háromszögével, négyszögéve mozogjunk, hogyha arról van szó, hogy, hogy mi teszik az illető egy prediabetes vagy egy inzulin rezisztencia esetén, hanem kicsit lépjünk már ezen túl. Na most a túllépés már oda vezetne, hogy akkor bejön ez a bizonyos medicina 3.0, és ezt én nem magam találom ki, ez egy olyan <coughs> szakembernek a a beosztási rendszere, egy nagyon logikus rendszer, akit úgy hívnak, hogy Peter Attia. Hát ő egy ilyen nagyon elfogadható véleményeket mondó és ezeket a kérdéseket elemző amerikai orvos. Egyiptomi származásra ezt nem tudom pontosan megmondani, valamint, keletről származik, az biztos ez a, ahogy ő ezt elmondja, meg leírja ezt a medicina 30 t hát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy én ezt csinálom. Csak amikor elkezdtem, akkor nem tudtam még őról, hogy létezik. Közben találtam rá. Tehát ilyen, ilyen, ösztönösen én ebbe az irányba kezdtem el elmozdulni. Megmondom, hogy miért. Azért, mert ugye elképzelte az ember, hogy, vagy elképzeli az ember én, hogy milyen szar lehet, ha az ember beteg mondjuk nagyon beteg, és akkor kórházba kell lenni. Most ez egy ilyen rettentő félelmet kelt bennem ez, a, ez, az egész dolog, hogy, hogy magamra gondolok, hogy te jó ég, mi lenne nekem kórházba kéne lennem. Hát egyrészt baromi drága. Van nekem ugyanilyen biztosításom, nem kevés pénzt fizetek rá havonta, ami hát gyakorlatilag a világon mindenhol ad valami fajta ilyen hát, ellátási biztonságot, hogy így mondjam, de az ember az apró betűt nehezen érti meg mindent, tehát vannak ott olyan kitételek, ami lehet, hogy, lehet, hogy bizonyos esetekben éppen rápacsálnék, és hát ugye az egészségügyi ellátás az nem annyiba kerül, mint amit otthon ugye hát tudtok róla, hogy bemegyek a kórházba, azt nem kell fizetni. Itt minden ér. Mindenél kell fizetni, tehát Ázsiában is, meg hát a világon mindenhol. Persze vannak ilyen biztosítási rendszerek, amiben én itt se tájföldön, se Indonéziában nem tartoztam bele. Igaz, hogy tájföldön valamit fizetett az egyetem, vagy adott egy ilyen kártyát valami biztosítóhoz, de hát ez olyan minimális dolgokat engedett meg, hogy avval azért messzire nem jutottam volna el akkor, hogyha valami bajom van. Na mindegy, egy a lényeg, hogy ez az egész, ez a félelem, ez a tartok tőle, hogy mi lesz velem egyáltalán, ki tudom-e fizetni, vagy csak kidobnak a kukába, vagy a temetőbe kivisznek, hogy mit tudom én, mi történik, olyankor az embernek nincs több százezer akármi pénze, ugye? Tehát ilyenkor, ilyenkor az ember elgondolkodik rajta, hogy jobb lenne ezt, ezt inkább elkerülni, előre elkerülni, és hát akkor elkezdi nézegetni azt, hogy ez hogy lehet elkerülni, hogy lehet ezt, a, ezt az egészet előre meg nem történté tenni. Hát erről szól a medicina 3.0, az orvostudomány 30 ás verziója, ami jelen pillanatban abszolút nem működik mindenhol. Amerikában vannak orvosok, akik ezt csinálják, meg klinikák, próbálják ezen a módon intézni a dolgokat, kezelni a betegeiket. De azt, azt nem mondanám, hogy általános lenne. tehát ott is az általános, ez a 2.0, csak egy magasabb szinten, mint Magyarországon. Amiről össze az a 3.0-t? Ez nagyon egyszerű a prevenció, a megelőzésről. Bocsiszok egy kis szódát, mert a kiszárad a bélésem, annyit beszélek. Szóval a lényeg az, hogy hogy, tehát megelőzés. Hogy a, a 2.0 az akkor működik jól, ez a orvostudomány 2.0, amikor valami hirtelen dolog történik. Megfájdul a torkod, mert tudom én, akkor kapsz rá antibiotikumot, a torokgyulladás van, vagy mandulagyulladás, vagy valami ilyesmi. Kifekszed, hogy pszichésen támogatnak C-vitaminnal, meg tudom én mi adnak, lázcsillapítót, mikor, miért. Azon is lehet vitatkozni, de ez most nem téma. És akkor tulajdonképpen, ha, ha minden jó megy, akkor egy hét alatt, ha nem, akkor hét nap alatt meggyógyulsz. Ez kb. így szokott lenni. Na most, vagy, tudom hogy eltöröd a lábadat. Az is egy ilyen hirtelen valami, hirtelen behatás, jó, igen, bevisznek, víjog a mentő, <coughs> helyre rakják a rendelkezésre álló legjobb technikával. Ebbe is vannak ugye eltérések, de hát attól, hogy most egy rendkívül magas szintű műtétet és, és titániumból építenek be valami, ki tudja milyen lemezeket, az nem azt jelenti, hogy ez már akkor egy fejlettebb egészségügyről szól, mert még mindig csak a van egy baj, eltörött a láb, jó, kezeljük. És ezért nincsen a megfelelő megoldás, az ilyen lassan, alattomosan kialakuló állapotok kezelésére, vagy megoldására nincs meg a módszer. Ezt Peter Atti a négy lovasnak nevezi valami apokalipszis lovasaira való hajazással. Az első az a kardiovaszkuláris betegség, tehát a szívérrendszeri betegségek, a második a rák, a harmadik a neurodegeneratív betegség, tehát az idegrendszer betegségén, például Alzheimer és egyéb demenciák, és a negyedik pedig a metabolikus betegségek. Tartozik be a diabetes, és aztán az abból kiinduló problémák. Tehát a négyes, a negyedik ö, apokaliptikus lovas az az elsővel azért szoros összefüggésben van. Na most a végén minden mindennel összefügg. Tehát megvannak a kapcsolatok a metabolikus betegség, a, a, az Alzheimer, a rák és a, és a, a, a szívérendszeri betegségek között. Tehát tulajdonképpen, ha az ember az egészet ott akarja megfogni, hogy metabolikus betegség, ami micsoda táplálkozással összefüggő probléma, ugye, diabetes, prediabetes, az leginkább attól van, amit megeszel. Most tegyük félre az egyes típusú cukorbajt, mert ott autoimmun és nem tudom mit, tehát ugye nem termelődik inzulin, de az nagyon kevés van, a kettes típusúból viszont nagyon sok. És ez a kettes típusú, amit létrehozunk magunknak. És most itt nem akarok a teljes diabétesz izébe belemenni, mert akkor körülbelül még új év után is itt nyomnám a sódert, vagy lemerülne az elem a kamerába, de, de hát valójában innen indul minden. Tehát amit belerakunk a külvilágból a szervezetünkbe. vegyük tudomásul, hogy a szervezetbe két helyen jön be a külvilág, az egyik a légzés, a másik pedig a táplálkozás. Ezek, ezek a rendszerek nyitott kapuk a külvilág felé, tehát ezért vannak léguti betegségek, mert hogyha oda bejön valami kórokozó, akkor az ott bent okoz valamit. És ezért vannak azok a betegségek, amik a táplálékon keresztül hatnak vagy alakulnak ki és ilyen a diabétesz is, tehát ezt, ezt a dolgot nem lehet, nem lehet meg nem történté tenni, vagy, vagy egyszerűen tudomásul nem venni. Ezek lassan alakulnak ki, tehát nem úgy alakul ki, mint, mint egy vakbélgyulladás, hogy egy bedugul a kis kakitól a, a féreg nyúlványnak a bejárata, és akkor ott mögött elkezd pangani, elkezd benne ö, kialakulni valami fajta gyulladás, ami aztán végül is pár nap alatt ö, előre haladt, tehát egy, egy gyors lefolyáshoz. Ez, ez lassú. Ezek évek, évtizedek alatt nagyon-nagyon apró lépésekben kialakuló dolgok. Ez egyrészt azért probléma, mert valaki a lassan kialakuló dolgokat nem veszi észre. Tehát mondok egy példát erre, ugye te minden nap látod magad a tükörbe, nem veszed észre, hogy öregszel, nem veszed észre, hogy megváltozol, mert az előző napihoz képest nem sokat változott. A két évvel ezelőtti az már igen, csak azt te nem veszed észre legfeljebb fotók nyilván, ha valaki szelfizik egyfolytában, és tudom én, akkor, akkor lehet, hogy látja a szelfi, hogy hú, hát igen, ma máshogy nézek ki, mint ahogy korábban, csak akkor rohan a kozmetikushoz, hogy nem te. De az ismerőseid, akiket nem láttál például régóta, azok, hú, ha, te már egész máshogy nézel ki, milyen jól nézel ki, vagy hogy hogy megöregedtél, ki tudja, mit mondanak, valamit mondanak. De egy a lényeg, hogy ezeket a lassú, apró lépésekben létrejövő változásokat nem veszed észre magadon, se az arc berendezéseden, se pedig a szervezetednek a megváltozásán. Ebből az következik, hogy te nem nagyon törődsz vele. De a dolgok haladnak előre, csak olyan apró lépésekben, hogy hát nem, nem érdekel. Egészen addig, amíg az apró lépések oda kulminálnak, oda gyűlnek össze, hogy egy történik valami hirtelen dolog. Például növekszik az érfalban egy plak. Ugye? Mert olyan a táplálkozás, gyulladás, koleszterin lerakódás történik, nem, megint nem akarok ennek a teljes patológiájába belemenni. Egy a lényeg, hogy növekszik ott valami, nem veszed észre. Akkor veszed észre, amikor van egy tiád, tehát egy egy ilyen stroke megelőző állapot, vagy pedig anginázni kezdesz, elkezd fájni, hogy húha, mi ez? Ami aztán, aminek a vége az infarktusok teljesen elzáródik. Tehát itt tulajdonképpen egy lassan menő folyamat eljut egy olyan pontra, amikor már érzékeltő változás történik. Itt ugye belép a 2.0-as orvostudomány, elkezdi kicucálni a, a koszorús eret, meg beépíti a stentet, meg csinál dolgokat, ami hát már ugye első után köpönyeg, mert sok öblet van ezt Megfogni régen, amikor az egész elindult, nem pedig most, amikor már gáz van. Tehát ez a hirtelen dolgokra működik a 2.0. A lassú dolgokra volna jó, vagy jó a 3.0. Amikor nem várjuk meg, hogy annyira becsukódjon egy ér fal, hogy tovább nem megy a vér rajta, és azért infarktus vagy agyvérzés, agyvérzés, gutaütés történik. Ugye agyvérzés az nem vérzés tulajdonképpen, hanem a vérhiány. <coughs> Erről volt már szó a videóban. Tehát, tehát nem várjuk ezt meg, hanem megnézzük, hogy mitől kezd el ez lépésről lépésre így haladni. Na most elárulom a titkot, hát attól, mert, mert emberek vagyunk, tehát itt már ez a gyerekkorban elkezdődik, és ez nem azt jelenti, hogy a gyerekeknek már rögtön statint kell lenniük, nem erről van szó. De az életmód az rendkívül sokat számít, és még akkor is számít, hogyha mondjuk nem 20-30 éves korától kezdte el ezt valaki, hanem, hanem éppen, éppen 60 vagy 50 éves korába kezdi el. Nem mindegy. Ezért csak ez elhatározás kérdése. És azért van nem kevés bizonyíték arra, vizsgálják, vizsgálták millió egy tanulmányban, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy ne alakuljunk a cukorbetegség, hogyan kell megelőzni, hogyan kell megelőzni azt, hogy az érfali lerakódás megtörténjen. Tehát azért ez, ez, ezek nem ilyen homályba vesző dolgok. Amikor mész egy kocsival, vezetsz egy autót, és megy előtted egy másik. Amikor az befékez, akkor mit csinálsz? Hát vagy te is fékezel, vagy kikerülöd, ugye, elhozod a kormányt, és kikerülöd az akadályt előtte. Tehát ilyen, ezt tudja a 2.0-as orvos Ha Hirtelen történik valami, befékelnek előtt, hogy megáll a, a forgalom előtted, akkor átmész a másik sávba, vagy lefékezel, ugye. Tehát hirtelen történésre egy hirtelen választott. Most ehhez képest mondjunk egy másik ilyen járművet, a Titanicot megy a Titanic, egyszer csak így meglátja a jéghegyet a kapitány. Elkezdi piszkosú tekerni a kormányt, hogy kikerülje a jéghegyet, ne ütközzön össze. Csak az a baj, hogy a hajó az lomha. Van egy adott sebessége, amivel megy egy irányba, eltekeri a kormányt, az időbe telik, mire az elkanyarodik, és közben tehetetlenségénél fogva megy ugyanúgy tovább a hajó a jéghegy felé nem lehet hirtelen kikerülni és elslisszolni másik irányba, és lehet, hogy éppen sikerült elfordulni a hajónak, de még mindig megy abba az irányba, aztán legfeljebb nem telibe kapja az orrával a jéghegyet, hanem az oldalába kapja. Ennyi. Tehát ezért nem működik a medicina kettő módszer, a hirtelen változása, nem hirtelen történő dolgokra, hiszen hogyha már jóval messzebbről látná a jéghegyet a kapitány, akkor sokkal hamarabb el tudná kezdeni a kormány elforgatását, és ki tudná kerülni azt a jéghegyet, hogyha idejében meglátja. De hát nem látja meg, mert, mert messzire van. Ugyanígy messzire van az infarktus is, amikor valaki egy prediabétesszel áll szemben, de jóval közelebb, mint hogyha nem lenne prediabétesze. tehát tehát ez, ez, itt a lényeg, hogy idejében elkezdeni valamit. És a, a legfontosabb ebből az egészből a táplálkozás. Tehát itt viszünk be dolgokat a szervezetbe, és a szervezetünk ezekre reagál valahogy. Reagál a külvilágra valahogy. Kifekszel a napra, leég a bőröd. Reagál a külvilágra a bőröd megeszel valamit, attól függ, hogy mit tettél, a szervezeted úgy reagál rá. Mondom, anélkül, hogy különösebben diabetes és szívérendszeri betegségekről itt részleteiben beszélni akarnék, de ez a baj, ez a helyzet, lett. ezt kell megérteni az embereknek, hogy amennyiben nem kezd el időben elkormányozni abból az irányból, amerre halad, akkor akkor a jéghegy fog jönni. és akkor már nem lehet hirtelen mit kezdeni. Tehát lehet, csak annak aztán utána következményei vannak. Tehát az egy, ott már megy tovább a dolog, még akkor is, hogyha adott pillanatban sikerült az illetőt megmenteni. Mert az a folyamat az ott van minden érben, ott van az agyban, ha egy infarktus történt, az ugyanúgy ott van a nyaki érben, az agyérekben. Tehát csak időkérdés, hogy mikor történik valami, illetve ilyenkor szoktak ugye megint 2.0-as módszere, ami masszív gyógyszeres kezelést alkalmaznak, most tegyen, tudom én, statint, ezetimibbel kombinálva, meg egyen hozzá niacint, meg minden, bármit csak, ugye? és akkor jönnek ugye még mellé ilyen, ilyen mellék sodorba jön, hogy hát a berberin is csökkenti a, tudom én, a, a, az érlument, az érlumen vastagságát, csökkenti, tehát a, a bezáródás ellen hat, de hát azt az, 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 az már akkor azért kicsit későn adják. Mikor kell beavatkozni? Korán. Korán lehet, és mivel lehet beavatkozni? az, hogy mit eszel. És honnan tudod meg, hogy helyes úton jársz? Hát úgy nem, mert ugye valakinek nincs semmi baja, és elkezd úgy enni, hogy amit úgy hal, mint, mint, mint tamot például én tőlem, és ezt meg akarja tudni, hogy ez is rendben van-e, eh? bemegy a körzeti orvoshoz, mit akar? Hát meg kéne mérni a vércukrot, hogy jó-e az, amit eszek. Van, van panasza? Hát nincs. Húzzon a pélcsába, mert van én nekem dolgom is, betegek vannak, nem itt izé, ilyen hipohonderekkel szórakozni, hogy vé, izé, meg akarja méretni a vércukrát, mert evett egy tányér rizsát. Hát ugyan kérem. Érted ezt a szituációt? Ez egy elképzelhetetlen helyzet, hogy te egészségesen bemész, és meg akarod nézni a vércukrodat, hogy hát tényleg jó-e az a kaja, amit eszel. Nem fogják megnézni. Akkor fogják megnézni, a tüneted van. Doktor úr, kiszáradt a szám, egész éjjel pisálni járok. Igen? Na, akkor ide, tess, ide is tessék most pissenteni egyet. Hú, beledugtuk ezért. a ah, magas benne a cukor, a, tele van cukorral a vizelet. Na, akkor magának diabetesze van, gyerünk, kezdjünk neki. Eddig kell várni. Mi a megoldás? Hát ugye ez is a Medicina 3.0 része, fölteszed magadnak a mérőt, ezt nem fogják neked kifizetni semmiféle TB-vel és akármivel. Ez, hogyha érdekel az, hogy rendben legyen, ez sajnos a ma még ezt ki kell fizetni. Akkor esetleg lesz valami előrelépés, ezért mutogattam itt a gyűrűt, ez a téma sem nagyon érdekelt az embereket, mert úgy tűnik, hogy a megelőzés az nem érdekes, mindegy. De az az indiai gyűrű, amit mutogattam, most nem hordom, mert mindegy, felhagytam a töltőn otthon, de egy a lényeg, hogy ha az tudni fogja valamilyen úton, módon a bőrön keresztül mérni a vércukorszintet, szintet, az egy hatalmas előrelépés lesz, de ebbe, ebbe az irányba megy jelenleg az orvos technológia, vagy, a, vagy az egészséggel kapcsolatos technológiák iránya, hogy minél több ilyen információt meg tudjunk a szervezetünk működéséről, hogy meg tudjunk előzni dolgokat. És itt ez kulcskérdés, ez mert jó, lehet -e ezt-azt enni, és, és nem tudsz semmiről, de akkor az egy hitalapú megoldás. Tehát valaki bebeszélte neked, hogy ezt tegyél. Ez lehetek én is, lehet egy akárki, ha szerencséd van, akkor én mondom, ha nincs szerencséd, akkor valami guru, aki ki tudja, milyen Ketodiétet akar rád nyomni, azért, mert éppen vitaminokat tárol és a ketósoknak kell vitamin, mert hát, amit esznek, abban nincs, legalábbis egy csomó nincs benne. Ezt azért szögezzük le. Ja, tudom, most be fog kommentálni valami ketos, hogy dehogy nem, mert így, meg úgy, meg lehet azért minimális kis zöldséget tenni. Jó, igen, hát akkor most abban a zöldségben benne van, akkor ez azt jelenti, hogy, hogy akkor tulajdonképpen nem is kell senkinek se kiegészítő, igaz? Mert hogyha abban a minimális zöldségben benne van az elegedő vitamin, amit egy ketos megeszik, akkor egész kiegészítőipar mehet a csudába. Tehát itt azért ugye vannak ellenmondások, igaz? De egy normál növény alapú táplálkozás esetén minimális hússal, hallal abban biztos, hogy benne van minden, amire szükséged van. Legfeljebb a magnézium nincs, azt már mondtam, ha pedig valami terápiás effektust akarsz, akkor NAC, illetve szintén az is terápiás effektus végeredményben az omega-3 zsírsavak, az kész. Én ezeket szedem, és mindenkinek ezt is ajánlom. Na visszatérve, tehát tehát, hogyha csak így hallgatsz valakire, hogy mit mond, és azt csinálod, akkor az egy ilyen hit alapú valami, hogy te elhiszem neki, mert szimpatikus az arcberendezése, ugye? De az a tényeken alapuló dolog, hogy látod, hogy mit teszel, látod, hogy egy óra múlva hol van tőle a vércukor, meg két óra múlva. És ha azt látod, hogy ez fölélő a, a felső határnak, akkor azt a dolgot nem fogod enni tovább, vagy lecsökkented a mennyiségét, vagy kicseréled benne az részét, mit tudom én, de valamit csinálsz. Tehát azonnali visszajelzésed van arról, hogy mi történik, akkor betettél valamit a szervezetedbe. Ezért fontos a 24 órás vércukormérő, nem másért. Én tudom, hogy nagyon sok embernek ez nem megoldás, mert pénzkérdésről van szó. Tehát, de, tehát ez a jövő. További ilyen megoldások a Medicina 3.0-ban szűrés. Tehát olyan fajta megoldások, amikor előre, mielőtt kialakulna a betegség, olyan biomarkereket, olyan jeleket keresel, vagy keresnek a szervezetedben, ami arra utol, hogy valami lesz. És hát ugye erre van, hogy kinek milyen hány éves korban, átlagban ilyen és olyan betegségek jönnek elől, meg lehet szkennelni a keringési rendszert, ugye van MRI, már ezek mind megint pénzbe kerülnek, mert egy egészségesnek látszó ember, akivel ám, de már a szervezetében valami elindulhatott, csak ez még nem okoz akut tüneteket, hát az, aztán ennek nem fogják az emerit kifizetni senki. az emerit akkor fizetik ki, mikor már úgy visznek oda, hogy azért kell emeri, mert kapta egy sztrókot. megint utólag, tehát tünet van, na akkor, akkor csinálunk valamit. Nem, a Medicina 3.0 az arról szól, hogy akkor nézel emerit, amikor még semmi bajod, mert akkor lehet valamit kezdeni. Tehát ez ezért egy egy fontos dolog, és ez viszont megint pénzbe kerül, nem is kevésben nyilvánvaló, de meg lehet tudni belőle, hogy hogyan néznek ki az erek, meg lehet tudni, hogy van-e zsírosodás a májban, a hasnyálmirigyben és imittamot, meg lehet találni kezdődő rákot, az egész dolog egyébként úgy megy sorjában, hogy először jönnek a szív- és érrendszeri betegségek, van, aki már 50 éves korba, goodbye, van, aki meg 70 fölött se, vagy még tovább, akkor már jönnek a, a bajok, a jöhet egyszerre a baj, vagy, vagy, vagy párhuzamba is jöhetnek a, a rák, meg a de főleg a metabolikus dolgok jönnek egyszerre. Aztán egy lépés, mikor túlélte az illető ezeket az érrendszeri dolgokat, akkor jön a rák probléma egy későbbi időpontban. És a rákot is túléri valaki, vagy azt az időszakot, amikor ez föllép, és nem kapta meg, akkor jön az elbutulás, az Alzheimer betegség, tehát ez így megy vég az életkorra, és ezeket kell megelőzni, ez ellen kell tenni valamit jó előre, hogy ezt a négy apokalipszis lovasát ezt valahogy visszafogjuk na, megjött egy ilyen igazi család, úgyhogy abba kell hagynom a beszédet, mert itt jön a ricsaj, úgyhogy már még valahol folytatom, egyelőre, egyelőre itt nem tudom, mert nyilvánvalóan ez egy étterem, tehát nem mondhatom azt, hogy ne üljenek mellém az asztalhoz. Hogy ezt most abba hagyom, mert itt több gyerekes ricsajozás fog elindulni, aztán már valahol befejezem ezt a mondókat, mert egy is túl sok volt. Kijövök ide a kertbe, hogy befejezzem ezt a vlogot. Hova üljek Na, itt jó lesz, itt van árnyék. Nézzük csak. Igen. Ez pont jó lesz. Tehát itt fejtegettem itt ezt a megelőzés témát, stb. jó hosszasan. Hát ez a cél, én ezért dolgozom, aztán akinek inge, vegye magára, akinek meg nem kabátja, az meg ne. Tehát én ezt tudom mondani. Ez az iránya annak, hogy hogy lehet megoldani előre azokat a krónikus betegségeket, a négy apokalipszis lovasát, ami manapság a legnagyobb problémát jelenti az emberiség számára. Aki ezzel velem van, az velem van, aki nem, nem. Lehet itt megsértődni, hogyha tudománytalan dolgokról azt mondom, hogy hülyeség, lehet itt áborogni, hogy az X ezt mondta, az Y meg azt mondta. Én meg mondom, amit mondok, aztán mindenki eldönti, hogy hinni akar-e, vagy, vagy pedig elfogadni tényeket, mert az én általam mondott dolgok azok tényekre vannak alapozva, orvostudományi kutatások által megállapított tényekre, amit nem kell elhinni, mert a tények azok a valóságot tükrözik. Ez ilyen nagyon egyszerű, és ennek fényében fogom folytatni a tevékenységemet a következő évben is. És hát ugye most van ez a karácsony, már itt ennek semmiféle jelét nem nagyon lehet látni, tehát ez itt nincs különösebben megünnepelve, de ezzel együtt mindenkinek békés, boldog karácsonyt kívánok, lehetőleg kevés cukorterheléssel, lehetőleg kevés olyan árt a kártékony zsírfogyasztásával, valami nem tesz jót, de ha csak karácsonykor van, hát üsse, kavics, szoktak az emberek ilyenkor halat enni, de hát az most Magyarországon biztos jó drága, úgyhogy én még nem tudom, hogy mit fogok enni karácsonyra, meg mit fogok csinálni karácsonykor, majd meglátom, valamivel azért megszoktam ünnepelni mindig, valami különleges dologgal, amiről általában dokumentál a történést, tehát Arról még majd biztos lesz szó a karácsony utáni napokban. Tehát addig is mondom, békés, boldog karácsonyt kívánok mindenkinek ebben a nagy, legnagyobb magyar körzetben. Sziasztok!